A negyedik előadónk pedig rutinos, visszajáró előadó, Benedek Balázs, teljesen megjelent, hogy ki kell beszélni. Ahogy említettem, ők nemzetközi tapasztalatokról fognak beszélni, méghozzá azzal a kapcsolatban, hogy ha te weboldalon van egy startup vállalkozásod, van egy webes felületed, igaz-e az, hogy ezt minél több nyelven ér, annál több pénzt azzal csinálsz. Nyilván nem altruista módon foglalkoznak ezzel a témával Balázsék, mert ők nem, nekik is van egy startup cégük, a különböző nyelvi konverziókkal foglalkozik, és ennek kapcsán tették fel ezt a kérdést maguknak, hogy empirikus úton lehet-e igazolni, hogy minden több nyelven értesz, annál több ember van. Sziasztok! Köszönöm ezt a rövid felvezetőt. Disney kapcsán jelentkeztünk már itt beszélgetni, úgyhogy megpróbálni egy kis kitekintést adni erre az egész lokalizációs startup világra. Azért mi maradnék a meetup szellemén, és végén az egy technológiáról beszélni egy kicsit. Mindenki valós más folyamat, és ő meg tudok már is. Az igazi kérdés, hogy hogy keveredni ebbe az egészre, tudtatok azt, hogy maximum egy kódot mesélünk erről, de nagyon fontos az, hogy elkezdtünk ötlettel, mint Magyarországon csináltunk startupot, magyar weboldalra, különböző témákkal, és elkezdtünk nézni, mint történik belőle. Azt gondoltuk, hogy ez egy nagyon jó mondás, hogy magyar piacon, kis kumokóval kipróbáljuk kicsi, de azt nem majd tapasztalatunk, hogy kell megyünk ilyen vajzatot. Ennek keretében 2008 óta megszületett több rendszerünk is, egy 27 ezer státunk rendszer, csináltunk weboldalról ingyen nyitható alkalmazásokat, és elkezdtünk foglalkozni weboldalkodítással is, és tulajdonképpen ez volt az első olyan igazi projektünk, ami a ingyen nyitónak világpiaci inkubálásnak kapcsolódik, hogy tulajdonképpen, ha már megvan egy magyar weboldal, akkor minden is jár ezt, és miért is érdemes, és érdemes egyáltalán kérdődni így a világon. A válasz röviden az az, hogy igen, a részletekben azért rejtenek a kihívások. Ha megnézzük csak a magyar gazdasági helyzetét, a 15 millió magyarul beszélő kötetlen felhasználás, internetpenetráció és minden egyébet, azért mindig azt éreznék, hogy igen, ez mindenképpen érdemes. Ennél megpróbáltuk egy picit tovább menni a felmérésekkel. Nagyon sokan foglalkoznak ezzel az EU-nak, például most jött ki a 2020-ig tartó új agendája, de szerepel a Single Digital Market. Ők is rájöttek arra, hogy hát valahogyan ezt az egész netes piacot ezt kellene segíteni annak érdekében, hogy egyetlen egy portálra, weboldalra, stb. De tényleg egy amerikai plusz kanadai méretekhez hasonló piachoz képesekhoz, mint Európán belül a rengeteg beszélünk. Miért is fontos ez? Miért nem elég azt mondani, hogy nem van elég nyelven, angolul, amit a tudat nem tulajdonképpen elég. Nagyon sok kutatás történt ebben ezen a téren. Tehát ez nem csak empirikus tapasztalat, amiről mesélünk, hanem a nyelvi területeken, amit elmértünk az elmúlt másfél-két évben, megtaláltuk ezeket az EU-s és egyéb kínafelképei tartalmazott adományokat. Az egyik ugye, ami nagyon-nagyon fontos, az az, hogy a nem mindenki digital native a keleten született, azok a pénztárcájára utazunk. Tehát igenis, hogy ő nekik, ha van választási lehetőség, a saját nyelvüket fogja választani, és hogyha ha van egy sok, ami úgy néz ki, mint hogyha helyben lenne, hozzájuk és beszél, akkor utána azt fogják választani, hogy nagyon fognak vásárolni. De egész konkrétan kikérhető az, hogy 6-szor valószínű az, hogy meg fogják venni a tudatokat, akkor a gyakorlat ugye saját nyelvünk hozzájuk szükség. A nagyon egyszerű számokra még ezek kell benne tudni dolgozni, $1 után $25-os visszatolóival lehet számolni, hogy tényleg megfelelő. Miért is problémás az egész fordítás, ugye, hogy mi vagyunk a startupok, fejlesztünk, hát kirakjuk az összeszöveget egy erőforrás, mert odaadjuk a fordítónak készesen. A helyzet az ennél kicsit bonyolultabb, ugyanis a fájlokat valóban oda lehet adni, de a fordítók azok kontextus nélkül tényleg fordítani fognak és egyáltalán nem lokalizálni. Másik ilyen tipikus probléma, ugye, hogyha még nincsen meg rá az elég
termőnek tudni, folyamatosan skálázódni, de gyakorlatilag az emberek által lefordított szöveget rögtön ki tudja cserélni a tényleges fordításra. És tulajdonképpen ez az, ami én aztán biztatok mindenkit, hogy igenis először tessék magunk megcsinálni, utána menni a többi nyelven próbálkozni, mert hogy tudod elhozni az emberek. Köszönöm szépen, hogy eljött. Okay.
egyik kérdés az, hogy hol lehet ezt megnézni működés közben a reális életünk oldalát tudom például javasolni. Másik a költségekhez kapcsolódó. Igazából itt ugye költségekkel kapcsolatban két éten lennünk föl. Mi azt mondjuk, hogy a fordítást az embereknek kell végeznie, mert egyébként ott a Google Translate, hogy ingyenes, azonnali és rossz. Tehát valami igényes ugye a weboldalára, a céges weboldalára, akkor ki kell fizetni a költségét. Így gyakorlatilag minden nyelven jelent ára van egy adott szó, az adott ára tulajdonképpen, ez valahol a ilyen 10 euró körül tulajdonképpen. És ezt a tartalmak után kell ugye ezt fizetni, és ezen felül az Instituciónak van még egy 10 eurós tulajdonképpen. Egyébként. Lekérésünk gyakorlatilag? Lekérés számítani, mi lesz? Tessék? Lekérés számítani. Gyakorlatilag innen jutunk föl fel. Tehát gyakorlatilag van 200 eurós csomag is, de mi azt látjuk, hogy a gyakorlatilag a legtöbb ilyen KKV-nak egy ilyen méretű csomag az elegendő arra, hogy az idegen nyelvű forgalmát visszakálljuk. Szóval az eredeti azt nem megy valami keresztül. Itt a vége.